Itt jön Webber, ott a háttérben Fisichella, és már ott van Räikkönen Villeneuve mögött. Már ott van Kimi Räikkönen Jacques Villeneuve mögött. Räikkönen miután ugye a rajtrács végéről indult, mindenképpen megtankolták az autóját, az biztos, amennyire csak lehet. Tehát Räikkönen lesz az, aki a legkésőbb ki fog jönni a boxba. Csak jelzem, most tizedik. Igen. Monteiro indult a box utcából, így van. Tehát 21. helyről indult, mert 22-en vannak. 12 kör alatt följött. 11 helyet. És akkor fog még följebb jönni, amikor majd elkezdődnek a tankolások és a kerékcserék, mert biztos vagyok benne, hogy Räikkönen autója meg van tankolva. Igen, tehát maradhatunk annál, hogy továbbra sem kezdetleges, amire képes Kimi Räikkönen. Villeneuve autójának fedélzeti kamerájából látjuk a mögötte érkező Kimi Räikkönent. Aki kicsúszik, és épp hogy be tudja lenni azt a nyújtott balkanyart. Igen, mondjuk Jacques Villeneuve mögött autózni egyébként sem egyszerű, mert olyan széles tud lenni a versenyjármű, amivel közlekedik, hogy aztán ember legyen a talpán, aki megelőzi. Mert nem arra szerződött, hogy utat hagyjon. Itt jön Fisichella, mögötte Villeneuve, és itt jön Kimi Räikkönen. Fisichella, Villeneuve, Räikkönen. Itt a kicsúszás. Igen, ott a kerékvető egy kicsit széles lett, és ott már nagyon poros. Csoda, hogy össze tudta szedni egyébként, és nem indult el az autó hátulja.